Szeretettel köszöntök ismét mindenkit. Vásárhelyi Virág vagyok, a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ munkatársa, és a támogató videó sorozatunknak a harmadik részéhez érkeztünk, amelyben az együttműködésen alapuló tanulás szervezéssel fogunk foglalkozni. Nem csak a projektpedagógia, hanem egyáltalán a csoportmunka szempontjából. Az együttműködés lényegében egyidős az emberiséggel, hiszen már az őskorban a vadászó férfiak egymás között leosztották a feladatot a hatékonyabb munkavégzés véget, vagy csak ha a családunkra gondolunk, akkor a jó esetben a családi háztartás vezetés, vagy a családi élet menedzselése során mindenki a képességének megfelelően, amihez igazán ért, meg amihez igazán érdeklődik, kiveszi a részét a munkából. De ennek ellenére, hogy egyidős az emberiséggel, fontos, hogy az együttműködés egy tanulandó, egy tanulható készség, amelynek az egyik szintere az iskola lehet, amely aztán később a munkavilágában kiemelkedően fontos készség lesz. Mikor és miért érdemes az együttműködést fejlesztenünk? Minden pedagógiai folyamat tervezésekor a kiinduló pont a tanulóink és ez esetben saját magunk tudásszintje. E tekintetben az együttműködésnek is van egy szintje, hogy hol tart a csoportunk, amennyiben még soha nem dolgoztak csoportban, akkor nyilvánvalóan sokkal kevesebb tapasztalatuk lesz e téren, és számos buktatója is lehet egy csoportmunkának, kezdve onnan, hogy nem egyenlő arányban veszik ki a részüket a feladatból, vagy nem időre teljesítenek, vagy konfliktusok generálódnak a csoportban. De most a rövid hátrányok vagy problémák előrevetítését követően most inkább arra szeretnék rámutatni, hogy mi az, amiért érdemes csoportmunkában dolgozni a diákjainkkal, vagy akár a tanár kollégáinkkal is, ahogy a korábbi multidisziplinaritásról szóló videónkban is szó esett. Tehát az együttműködés során maga a tanulás egy aktív folyamattá válik, így tulajdonképpen egy közös agytornát végzünk, ahol az információknak a feldolgozása, szintetizálása egy közös gondolkodási folyamat része, és ami nagyon-nagyon fontos, és Spencer Kagan kooperatív tanulás könyvében és számos kutatás is rámutatott már, hogy tulajdonképpen a hátrányok csökkentése szempontjából nagyon fontos módszerről van szó, hiszen a csoportmunkák, az együttműködések során nyílik lehetőségünk arra, hogy a különböző szociális háttérrel rendelkező társakkal, tanulók találkoznának egymás nézeteivel, és megismerjék annak különbözőségét, és segítsék egymást. Tehát nem csak arról van szó, hogy milyen módszerről van szó, hogy milyen módszerként alkalmazhatjuk, hanem arról is, hogy az iskolában nem csak az ismereteket, hanem a szociális és érzelmi készségeket, kompetenciákat is fejlesztenünk kell, és erre a csoportmunka egy komoly kihívás lehet. Nézzünk akkor meg egy fontos jelentéskülönbséget a módszer szempontjából. Sok esetben talán összemosódik a két fogalom, a kooperatív és a kollaboratív tanulás, pedig árnyalatni különbségek vannak benne. Például a kooperatív tanulásnál, ugye itt most a négy alapelvét látjuk, az építő egymásra utaltságot, az egyéni felelősséget, az egyenlő részvételt és a párhuzamos interakciót. Inkább arról van szó, hogy minden csoportaknak egy egyéni felelőssége, egyéni munkája van, amely egy egészé áll össze, amikor a csoport összeteszi a résztudását. Még a kollaboratív tanulás már az elejétől kezdve egy közös szabályok által működtetett egyéni erősségekre építő tanulási folyamat, azonban itt már kevésbé szerepekre bontva kell elképzelnünk a tanulási folyamatot, inkább egy közös gondolkodás zajlik egy közös cél irányába, egy közös produktum létrehozásának érdekében. Tehát, ha ez egy kicsit talán sarkított megkülönböztetés, a kooperatív tanulás egy rövid irányítottabb csoportmunka, még a kollaboratív tanulás például a projektpedagógiát inkább jellemzi, ahol ugye hosszabb távon egy problémának a megoldásán dolgoznak együtt a diákok, és folyamatosan alakíthatók az ötletek és a megoldások.
A csoport alakítás nagyon fontos, hogy mindig valamilyen pedagógiai cél mentén történik. Most itt csak felvillantok néhány információt azzal kapcsolatban, hogy hányféle szempontot vehetünk figyelembe, amikor a diákjainkból csoportokat alkotunk. Tehát lehet egy csoportalakítás véletlenszerű, félig irányított és teljesen irányított, tehát a tanár által döntött csoportok alakulnak. Lehet heterogén és homogén, attól függően, hogy mire, milyen szempontokat veszünk figyelembe a tanulók csoportokra osztásakor. Például lehet ez egy érdeklődés szerinti csoportbeosztás. Itt most alapvetően például a tanulási stílus, a tanulási motivációra építve, hogy milyen Gardneri többszörös intelligencia elméletet figyelembe véve mi az, ami segíti az ő tanulását, egy vizuális, egy zenei, vagy inkább ő egy matematikai, logikai készségekre építő diák. Ez szerint is megtehetjük, hogy csoportokat alkotunk. Ugyanitt fontos természetesen az, hogy a szaktárgyunkból vagy az alkalmazott tárgyak szempontjából hol tart a diák, milyen a tudás szintje. További készségek, képességek is szerepelhetnek a csoportbontásunkban, például a döntési készségtől kezdve a szövegértés, szövegalkotás, a beszédkészség is irányíthatja azt, hogy éppen mit szeretnénk fejleszteni, és ennek mentén heterogén vagy homogén csoportokat akarunk létrehozni. Illetve fontos tényező lehet a diákoljaink csoportjáról készült szociometriai felmérések eredménye, már csak azért is, hiszen az együttműködés során bizonyára az egyik legfontosabb készség az a konfliktuskezelési készség, ami fejlődhet, és a mindenki számára fontos konszenzus felé való elmozdulás, a win-win nyertes probléma megoldás történjen, vagy ezt tanulják meg leginkább a tanulók, illetve elsajátítsák a támogató kommunikációt. A digitális eszközökkel támogatott kollaboratív tanulás során vannak olyan szabályok, amelyek, vagy normák, amelyekre érdemes hangsúlyt fektetnünk, különösen most a digitális munkarendre való átálláskor, hiszen most kizárólag erre van lehetőségünk a diákjainkkal. Tehát nagyon fontos, hogy akkor, amikor kevésbé szabályozottan szerepek mentén dolgoznak együtt a gyerekek, hogy ezt a közös agytornát tulajdonképpen a következő mondatokkal, jeligékkel, szabályokkal támogassuk. Egyrészt hagyjunk időt arra, hogy egy-egy kérdés vagy egy vélemény megfogalmazása előtt, hogy átgondolhassák a diákok, hogy ők hol tartanak, mi az ő véleményük, mik az ők tapasztalataik. Fontos az is, hogy törekedjünk arra, hogy minél pontosabban megértsük a másik szempontjait, visszakérdezzünk az esetleges pontatlanságokra, tehát figyeljünk társaink munkájára. Az is nagyon fontos, akár például egy csoportmunkát segítő, egyszerű, már az előző videóban is megismert padlatfal segítségével, vagy valamilyen közösen szerkesztető online felület segítségével, hogy teret adjunk a folyamatos ötleteknek, ahova akár csak egy online post-itre feldobhatjuk az éppen aktuálisan felbukkanó gondolatainkat, és feltételezzük azt a munka során, hogy a kommunikációnk egy pozitív szándékkal történik, tehát nem a kritika építő jellegű, amit kapunk, és a kritika építő jellegű, amit adunk egymás gondolatára. A digitális eszközökkel támogatott kollaboratív tanulásnak az előnyeit, ha megnézzük diák és tanár szempontjából, akkor néhány nagyon praktikus dolgot fogunk észrevenni. Egyrészt a tanárok számára tervezhetőbb, átláthatóbb lesz a tanulási folyamat, és nyomon követhetőség is könnyebb lesz, hiszen nyoma van annak, ha például egy közösen szerkesztett Google Docs-ban ki, mikor és milyen mélységben tett megjegyzéseket a munka folyamat során. Tehát az értékelés egy monitorozható adatalapú elemzéssel nyugvó folyamattá válhat. A diákok számára pedig nagyon fontos, hogy hát most kényszerűen, de egyébként ha visszatérünk a normál kerékvágásba, akkor tértől és időtől függetlenül működhetnek együtt, tehát nem köti őket csak az a 45 perc, amiben találkoznak. A közösen szerkesztett dokumentumok azok felgyorsíthatják a közös gondolkodást és a munkát, és
A tanulásmenedzsment szempontjából az, hogy például emlékeztetőket, naptárbejegyzéseket készíthetünk a különböző csoport munkafázisokhoz, segíthetik azt, hogy hatékonyabban dolgozzanak együtt a diákok, és egyébként munkavilágára is felkészültebben érkezzenek. Összefoglalva tehát, amikor egy csoportmunkát tervezünk, akkor nagyon fontos, hogy abból induljunk ki, hogy a csoportunk és a saját együttműködési szintünk is hol tart, milyen pedagógiai célok mentén alakítjuk a csoportokat, mit szeretnénk, hogy mi fejlődjön az együttműködések során. Fontos figyelembe vennünk, hogy milyen feltételek és lehetőségeink adottak például az online kollaboratív együttműködések során a diákjainknak a digitális eszköztárától kezdve egészen a tanulási stílusokon át rengeteg szempontot vehetünk itt figyelembe. És az is nagyon fontos, hogy milyen hosszú időre tervezzük ezt az együttműködést. Egy 45 perces a digitális munkarend esetén online kontaktóra, vagy pedig egy hosszabb távú, már otthoni munkákkal is segített projektpedagógiai folyamatban dolgoznak együtt a diákok. Miközben már zajlik a csoportmunka, nagyon fontos, hogy folyamatos támogatást adjunk, tehát nem irányító, hanem inkább egy támogató attitűddel vagyunk jelen a diákok mellett. Ebben segít minket az adatalapú értékelés, a kommunikációnak a lehetséges csatornája, a chattől kezdve a videokonferencián át számos eszköz megadatik arra, hogy különböző szöveges értékeléseket adjunk a diákjainknak. Továbbá nagyon fontos, hogy a vitakultúrát tudatosan fejlesszük ez alatt, hiszen itt vélemények és gondolatok ütköztetéséről van szó, és ez tanulandó, ez a kommunikáció. Fontos, hogy a konfliktusokat kezeljük és jelen legyünk, ha már kialakulnak a csoportmunka során, és ezáltal segítsük a döntéseket is meghozni. Mint látjuk, mindez a sok tényező elvezet minket egy nagyon komoly tudás megszerzéséhez, amely, mint már említettem, a 21. századi készségek közül kiemelt jelentőségű. A digitális eszközökkel támogatott együttműködésére is hoztam egy példát. A Shakespeare az egész világ című projektet már több szempontból is megvizsgáltuk, most az együttműködés szempontjából nézzük meg. Kerek Roland és Todmoser Szilvia szakértői csoportokat hoztak létre, ahol a csoport szerepek a diákok egyéni érdeklődésére, erősségére építettek. Tehát például a podcastokban, ugye ez volt a végső produktum, azok, akik gyorsan és figyelmesen olvastak, jól ismerték a művet, ők lettek az olvasók, akik szívesen beszéltek, vagy mutatták meg magukat, ők lettek a beszélők, és kapcsolattartó és csoportvezető is így választódott. Nagyon fontos, hogy a tanár szerepe itt a projektben egy facilitátor szerepkör volt, és a közös célkitűzés érdekében folyamatosan közös döntéseket kellett hozni a diákoknak. Ebben a projektben egyébként a Google Classroom lehetőségeit használták fel a tanulás menedzselésére, a támogatás biztosítására. Nézzünk most egy példát arra, hogy hogyan alakíthatunk online csoportokat, milyen eszköz használható erre. A KEAMP alkalmazás lehetőséget ad arra, hogy akár az órán egy spontán csoportalakítást hajtsunk végre. Itt most a prezentációmban én egy előre tervezett csoportalakítási lehetőséget szeretnék bemutatni. Mint látható, itt a neveket lehet beírni a csoportban részt, a beosztandó diákok neveit, lehet egy csoport alakítási címet adni, illetve itt adhatjuk meg, hogy hány csoportot szeretnénk adni, és azoknak nevet is adhatunk. Nagyon fontos, hogyha a következő diára klikkelek, akkor itt lehet választani majd, hogy milyen jegyeket, jellemzőket állítunk be a csoport alakításkor, megadhatjuk a nemet, tehát a nemek arányát befolyásolhatjuk, illetve itt tudásszintet jelöl, ez esetben a KEAMK egy 5 fokú skálán engedi a beállítást, de ez nem feltétlenül, hát nyilván jelenthet egy tudásszint alapján való bejelölést, és létrehozhatunk homogén és heterogén csoportokat ez szempontból, de nagyon fontos, hogy lehet adaptálni ezt a skálát. Itt most én ezt tettem meg, a gyerekeknek az érdeklődésére építve 3 csoportot szeretnék létrehozni, a kutatók, az írók és a marketingesek csoportját, még a korona
vírus kicsit másképp című projekt ötletből kiindulva, és azt látjuk, hogy a hármasok lesznek azok, akik majd a kutató csoportba tartoznak, a kettesek, akik a szövegalkotásokat az író csoportjába fognak kerülni, az egyesek pedig a marketingesek lesznek, és amikor kicsit lejjebb görgetve rátalálunk a Create the Group ikonra, akkor könnyedén és gyorsan tudunk egy-egy ilyen szakértői csoportot létrehozni. Itt már az eredmény látható, két linket kapunk. Nagyon fontos, hogy beállíthatjuk azt, és talán ez az etika szempontjából nagyon fontos, hogy ne lássuk a beosztását annak, hogy milyen plusz szempontokat adtunk meg, ezt elrejthetjük a diákok számára, és egy mások számára publikus linkkel csak azokat az információkat mutatjuk meg, ami számukra nagyon fontos. Tehát, hogy kivel dolgoznak majd együtt. Egy másik példa már egy hosszabb távú kollaboratív tanulásnak a lehetséges csoportalakítását mutatja meg. Még a II. Rákóczi Ferenc közgazdasági szakgimnáziumban dolgoztam, amikor immáron 10 évvel ezelőtt kezdtük el a témahetek szervezését, és körülbelül a harmadik évben jutottunk el oda, hogy egy egész intézményi projektet indítottunk el. Itt tanárpárok dolgoztak együtt, annyi feltételt szabtunk a párok kialakulásakor, hogy különböző szakos kollégák dolgozzanak együtt, és mindenki kidolgozott egy projektet. Természetesen annyi projektre volt szükség, amennyi lefette a tanulóink létszámát, ez esetben 20-22 projektről volt szó akkoriban. És a jelentkezés a következőképpen zajlott. Egyrészt volt egy hetes reklám időszak, amikor a tanárpárok reklámozták a projektjeiket egy-egy plakáttal. A tanulók mazsolázhattak, válogathattak, tájékozódhattak, és amikor meghozták a döntésüket, akkor megadtunk egy hetes jelentkezési időintervallumon, ahol a Google űrlap segítségével lehetett jelentkezni, meg lehet azt hiszem a mai napig a suliban jelentkezni a projektekre, ahol bejelölik az évfolyamukat, az osztályukat, és akár plusz kérdéseket is feltehetünk, például az előzetes motivációt megismerhetjük, hogy miért jelentkezett erre a projektre. Itt látható egy másik lehetőség, ez szintén már egy hosszabb távú együttműködést biztosító, már a projektmenedzsment szempontjából, a csoportmunkának a támogatása szempontjából fontos felület, a Trello, ahol lehetőségünk van arra, hogy a csoportok munkáját nyomon követhessük, és ők maguk is tudják szervezni a saját tanulási folyamatukat. Tehát az önszabályozási készségük ugye ezáltal nagy mértékben fejlődhet. Megadhatók ugye a különböző produktumok, ahhoz a tevékenységek pontos leírása, feltételei, videók, képek formájában bármi beágyazható ide, tehát könnyedén innen megnyithatjuk az adott tevékenységhez szükséges összes mellékletet, tananyagot, és határidők is adhatók hozzá. Ugyanígy megadható a következő lépés, például az értékelés, amikor már a feladat végzést követően összeülnek a diákok, és megbeszélik, hogy hol tartanak most. Természetesen egészen új vagy más szempontok szerint is lehet ezt a projekt menedzsmentet felépíteni, de egy kiváló alkalmazás arra, hogy segítsük az együttműködési folyamatot az online térben is. Köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra!